A polgármesteri hivatal előtt gyülekeztek a túrázni vágyók. A helyszínen alkalmuk nyílt beszélgetni és átvenni az egyedi emblémás poharakat is, de voltak, akik már itt megkóstolták a különböző nedőket. A csapatok külön brigádokban indultak útnak, voltak olyanok is, akik lóval tették meg a távot. Az első állomás a pincék előtt egy forrad borostand volt, ahol kicsit megpihenve melegedhettek fel a túrázók a zúzmarás időben. Negyedik alkalommal megyünk minden évben, úgyhogy most ez a negyedik, hogy jövünk, és már kellemes sétálni. Hideg van az igaz, de muszáj kimozdulni, még ha akármilyen jeges, meg hideg van is. Egy élmény. Zsíros deszka készül. Eközben az első pincénél folyamatosan készítették a háziasszonyok a zsíros kenyeret, amivel a vendégeket várták. Az érkezőket ezek mellett pogácsával és természetesen új borral fogadták a házigazdák. A túrázók a pincébe is betekintést nyerhettek, ahol sorban állnak a hordók bennük a tavalyi év nedűjével. Neked is keveset? Igen. Az eseményen több szőlős gazda is részt vett, akik egymás italait ízlelték meg. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nem panaszkodhatnak az elmúlt év termésének minőségére. Az előző évekhez képest minősége jobb lett a tavalyi termés, minősége jobb, mennyisége viszont kevesebb lett. Az időjárás függvénye is nagyba befolyásolja. A Vince-pince bortúrát negyedik alkalommal valósították meg Várvölgyön. A rendezvény célja a borok kóstolása mellett a közösségépítés, a barátkozás. Ezen kívül a település megismerése is, hiszen minden évben a község más-más részét ismerhetik meg a túrázók. Az esemény évről évre népszerűbb. Ebben az esztendőben mintegy 85 fő vett részt a túrán, nagyrészt helyiek, de Keszthelyről, Cserszeg-Tomajról és Reziből is érkeztek érdeklődők. Évről évre egy picit változik a csapat összetétele, ennek is örülünk, hogy mindig vannak új emberek, akik bekapcsolódnak, persze megvan egy kemény mag is, de egyre színesebb a társaság, aki végigvonul ezen a túrán. A körülbelül 8 kilométeres úton 4 pincészet várta a túrázókat. A szervezők elmondták, jövőre is más útvonalon sétálhatnak a résztvevők, mely szintén Vincenap környékén lesz megrendezve.